500 000 forint, na ennyit szánok egy gamer PC-re, és keresem a választ arra, hogy mit ér egy ilyen gép a gyakorlatban. Ha kedvező áron szeretnél magadnak Windows vásárolni, akkor nincs más dolgom, mint felmenni a CD Key Sales webshopjára. Ott be kell jelentkezned, ezután kiválasztod a Windows-t, amit szeretnél vásárolni, kosárba teszed, itt használd a H25-ös kuponkódot, a kedvezményért, ezután kiválasztjuk a fizetési módot, én mindig a PayPal-t használom, mert egyszerű és nincs tranzakciós költség. Ezután az e-mailben kapott kódot be tudjuk a gépház, frissítés és aktiválás menüpontban aktiválni. Linket megtaláljátok hozzá a leírásban. Standing in the cold, cold rain, I don't even feel the pain. Anything to step away, I know we could both do better. Wish you would've left me here, now I'm just controlled by fear. What's the point in our reflection, if you never look in the mirror? Counting the days until you're gone, waiting for us to carry on. Oh, I'm running, what am I running from? Time's going by, but where's the time going? I tried to give you everything, you took it all and took it for granted. If you're still falling out of love, maybe it's 'cause it's not enough. A tesztszervereket a NovaShop biztosította, linket megtaláljátok hozzájuk a leírásban. Tudom, ez nagy összeg, de aki mindent ki szeretne maxolni, annak ennyit bele kell tennie. Mivel a videókártya ára kezdenek már normalizálódni, ezért egy egész komoly GPU is belefér ebbe az egész konfigba, persze a konfig többi része sem mondható gyengének. Először vegyük sorra, hogy mi kerül bele. Kezdjük az alaplappal, ami egy Gigabyte H510M. Ez alapvetően egy Intel LGA 1200-as platformra épül, igen, Intel processzor fog kerülni a buildünkbe. A RAM slotból kettőt találunk, ami DDR4-es, a maximális támogatott memória órajel 3200 MHz. Ezt is kizárólag a 11. generációs Intel prociknál tudja. Mivel nekünk ilyen fog belekerülni, ezért nekem ez lesz most a mérvadó. Túl sok belső portot nem találunk, egy darab M.2-es SSD slotunk van, emellett még 4 darab SATA portunk, túl sok hűtőborda sincs, tehát ez inkább egy belépő szintű alaplap. A külső portok sincsenek annyira túlgondolva, itt kapunk egy VGA portot, HDMI, 6 darab USB, van egy PS2-es portunk, és egy sima 2.1-es hangkimenetünk. Érdekes, hogy itt az M.2-es lefogatónál nem csavarral kell, hanem egy ilyen gyors rögzítő van. Ezt nem tudom, hogy gyárilag tartalmazza az alaplap, vagy utólag lett beépítve, de egész könnyű így cserélni az M.2-es SSD-t, ez tök jó, hogy ez benne van. Amúgy a design gameres a sikeredett, korom fekete az egész, és egy kis LED fény is bele van csempész a működés közben, sárga színnel világít. Kapunk még egy pár LED vezérlő csatlakozót, de én ezt alapból nem fogom használni, mert a ház rendelkezni fog egy külső hubbal, amire rá tudok csatlakoztatni mindenféle LED-del rendelkező perifériát. Most jöhet a processzorunk, ami az i5-11400F. Ez egy LGA 1200-as foglalattal rendelkezik, 6 magos 12 szálas, az alapórajel 2,6 GHz, a turbo 4,4. A fogyasztása kivételesen jó a maga 65 wattjával, úgyhogy melegedésre én egyáltalán nem számítok. Ez a processzor amúgy elég majdnem minden mai videókártyához jó, a legkomolyabb RTX 3090 Ti-t nem tudja majd kihajtani, de ami belefér ebbe az 500 000-es árkategóriába, azt mindent ki tud. Beépített grafikus egységgel nem rendelkezik, lévén, hogy F megjelölés kapott, de erre nem is lesz szükségünk, mert egy komoly videókártya fog mellé kerülni. A procit hűteni annyira nem kell, de mégis került bele egy 120 mm-es vízszűtés, ez az ID Coolingnak a Frost Flow X120-asa. Ez egy darab ventilátorral rendelkezik, RGB a ventilátor résznél nincs is, egyedül itt a szivattyú részen kapunk egy kis ledet. Ezt amúgy össze tudjuk kötni a gépnek a további ledes alkatrészeivel is, egy színbe tud világítani. Ez a hűtés kicsit overkill ehhez a processzorhoz, de biztos, ami biztos, így biztos, hogy nem fog melegedni. Amúgy ez a hűtő kicsi, kompakt, bármelyik házba belefér, és nagyon könnyen szerelhető, mert nincs nagy súlya, nem húzza el ezt az egészet. Szereltem már egy pár vízhűtés is, eddig ez volt a legkényelmesebb. Nyilván, mert ez a legkisebb. Memóriából fel is töltjük a két slotunkat, ez 208 GB, összesen 16 gigánk lesz. 3200 MHz-el rendelkezik, és ez a G-Skill-nek az Aegis típusa. Volt már szerencsém ehhez a típushoz, akkor semmi probléma nem volt vele, de most se tapasztaltam semmi bajt ezzel a márkával. Ez a 16 GB amúgy elég lesz teljes mértékben, az összes játék megelégszik jelenleg ezzel, főleg Full HD felbontásba. Hogyha videókártya nincs a rendszerbe, akkor elkéri az összes RAM-ot, ami létezik, de így, hogy lesz benne videókártya, így elég lesz a 16 giga. Érdekesség, hogy fel is töltöttük mind a két slotunkat, úgyhogy ezentúl bővíthetőség csak a RAM cserével lehetséges. A tárhelyünk egy Kingston M.2-es 250 GB-os SSD lesz. Ez olyan hatalmas sebességgel nem rendelkezik, tehát még nem a Gen 4-es, nagyon gyors, 7000 MB-os verzió, de nem is baj, mert az alaplapunk amúgy se támogatja ezt. A processzor már támogatná, úgyhogy ha egy olyan alaplapot beszereztek,
akkor működni fog a Gen 4. Ehhez később érdemes hozzácsapni valami nagyobb HDD-t, mert önmagában ez a mai játékokhoz kb. Két játék meg is tölti. Úgyhogy ehhez mindenképpen majd szerezzetek be egy nagyobb Winchestert. Most jöhet a videókártyánk, ami egy RTX 2080 Super lesz, ebből is a KFA 2-es típus. Nem hibáztatlak, ha nem ismered ezt a márkát, ez a Galaxnak a testvérmárkája, amúgy probléma nincs vele, és nagyon jó áron kínálják a GPU-kat. Hűtésbe és működésbe semmiféle zavart én nem vettem észre a teszt során. Amúgy egy visszafogott külsővel rendelkezik, annyira nem vastag a kártya, hátlapunk van, két nagy darab ventilátorunk van, felül kapunk egy ledes feliratot, a What's Your Game, ezzel kicsit kedveznek a gamereknek. És ahogy is egy üveglapot házad lesz, pont jól fog kinézni ez a felirat. A ventiket amúgy se látod alapból. Legalábbis ha vízszintesen van beszerelve. Ez a videókártya konkrétan mindent kihajt Full HD felbontáson is 60 FPS-sel, és még fölötte is bőven. Úgyhogy nem egy mai darab, de még mindig nagyon erős. Teljesítményben nagyjából az RTX 3060 Ti szintjén van. Amúgy 8 GB GDDR6-os VRAM-mal rendelkezik, és 1850 MHz órajele van. A tápigénye nem olyan nagy, egy darab 6 és egy 8 pines tápcsatlakozóval rendelkezik, ami azt jelenti, hogy egy olyan 600 wattos tápegységet azért igényel, de fölé annyira nem kell mennetek. Ez meg is lesz a tápegységünkkel, ami egy Be Quiet System Power 9-es, ebből is a 600 wattos kiadás. Ez egy 80 plusz bronz hatásfokkal rendelkezik, nem moduláris, de legalább ezt a fekete borítást megkapta az összes kábel, és alapvetően fekete színű, úgyhogy nem néz ki rosszul. Mivel a házunkban lesz egy tápkamera alul, amúgy se fog látszani a kábel, csak ami előre jön, de az így is úgyis egy modulárisnál is előre jönne. Ez a 600 watt kényelmesen elég lesz a konfigunknak. Ma a gépház, amibe kerül egy Kolink Observatory Light Mesh RGB ATX, ami a nevéből is fakadóan rengeteg RGB ventivel rendelkezik alapból, és egy mesh előlapot kapott. Fent támogatja a maximális 240 mm-es vízszűrőt, ugye a 120 mm-esünk simán be fog férni. Alapból egy kisebb, kompaktabb ház, de minden el fog ebben férni, és nagyjából kényelmesen szerelhető, mivel itt útban nincs semmi tápkamránk van, az egész kábelvezetés is itt egész kényelmesen lett megoldva, a háznak az oldala egész lapos, tök jól elfér benne a kezünk. Semmi nem akadályozza. LED vezérlővel hátul rendelkezik, erre csatlakozik az összes ventilátor. Érdekes még, hogy távirányító is jár hozzá, úgyhogy ha akarjuk, távolról tudjuk vezérelni a ledeket. Kibe kapcsolni, nem kell itt elő ezt a gombot használni, aminek ha végigmegyünk az RGB profilokon, kb. Megöregszünk, mert csak sorba lehet haladni ezzel mindig. Itt konkrétan a szint is beállíthatjuk, a módot, a fényerőt, kibe kapcsolhatjuk. Teljesen jó ez a távirányító. De nincs is más hátra, szereljük össze ezt az egész konfigot. Standing in the cold, cold rain, I don't even feel the pain. Anything to step away, I know we could both do better. Wish you would've left me here, now I'm just controlled by fear. What's the point in our reflection, if you never look in the mirror? Counting the days until you're gone, waiting for us to carry on. Oh, I'm running, what am I running from? Time's going by, but where's the time going? I tried to give you everything, you took it all and took it for granted. If you're still falling out of love, maybe it's 'cause it's not enough. Most, hogy összeszereltük, jöhetnek a játéktesztek. Kezdtem az egészet a kontroller, ami híresen Nvidia párti játék. Itt túl sok mindent nem állítgattam, Full HD felbontás maximális beállításokon használtam, az összes játéknál ugyanezt a beállítást használtam amúgy a továbbiakban. Itt a Ray Tracinghez nem nyúltam, se a DLSS-re, tehát
Teljesen gyári állapotban néztem meg a játékot. A RAM-unk bőségesen elég, úgy látom a processzorunk 50 fokra van lehűtve, sőt néha lejjebb, megy 48-ra, 49-re, úgyhogy a hűtőnk bőven jó, egyáltalán nincs kihasználva a processzor, egy 25%-on pörög, de azért a maximális 4,4 GHz-et néha eléri. A játék teljesen korrekten fut, 100-120 FPS-sel folyamatosan, a videókártyánk hűtése 67-65 fok körül alakul, és teljes mértékben ki van használva. A VRAM-unk annyira nincs leterhelve, a 8 GB-ból csak 4,7-et használ a játék. Így videón keresztül nem jön át, de amúgy nagyon sima az élményjáték közben, nagyon jó ez a 100 plusz FPS. Folytattam a sort a Cold Warzone-nal maximális beállításokon, ugyanúgy Full HD felbontás. Itt egy kényelmes 150-170 FPS-t kaptunk, folyamatosan ugrál az FPS mérő, úgyhogy pontos számot nem tudok mondani, de 150 körül és a fölött van. A VRAM-unkat majdnem teljesen kihasználja, a RAM-unk még marad egy kicsi, de a 16 GB az még pont elég ehhez a játékhoz, és nagyon jó a játékélmény, nagyon sima az egész. Itt már 61 fokra felment a CPU hőfok, igaz, itt már 60%-ba ki is van használva. A videokártya kihasználtsága változó, 85, néha 90%, néha 70. Szerintem ez a magas FPS szám miatt van, ha magasabb felbontáson nézitek, mondjuk 1440p-n, akkor biztos, hogy ki fogja használni maximálisan. Amúgy ez már az a határ, ahol ha egy kicsit benyomjátok a DLSS-t, a 144 Hz-es monitorral lokkolva tudjátok tartani folyamatosan a 144 FPS-t. A videókártyánk 59 fokon van, nyilván azért, mert nincs teljesen kihajtva. Megnéztem még a Crysis Remastert, ezt a Kenny Tran Crysis beállításokon, ami direkt egy ilyen húzós beállítás, csak hogy kimaxolja mindenki a hardverét. A processzorunk teljesen korrekt, 30%-on van, a videókártyánk maximálisan ki lett hajtva, és egy olyan 60-65 FPS-t kapunk. Ez amúgy egy nagyon jó eredmény, nem tűnik soknak, de ennél a játéknál, ezt már egy párszor teszteltem különféle hardverekkel, ez egy nagyon jó eredmény, ez az 50-60 FPS. Ez RAM-ból sokat nem használ, a VRAM-unkat maximálisan kihasználja, a hőfokokkal sincs semmi probléma, teljesen jól játszható ez a játék. És ahhoz képest, hogy a 2007-es játéknak a remastered kiadása nagyon jól néz ki. Megnéztem még a Forza Horizon 5-öt, ami általában egy visszatérő játék ezekben a tesztekben. Maximális extrém beállításokon, Full HD felbontással, 80-90 FPS-ünk van folyamatosan, tehát ehhez nincs is sok mindent hozzáfűzni, egy verseny alapú játéknál ez az FPS szám nagyon jó játékélményt biztosít. Rendszermemóriából bőven van még nekünk tartalék, a VRAM-unkat nem használja ki teljesen, a hőfokok rendben vannak, a videokártya maximálisan ki van pörgetve, nem is kell más, ez a hardware bőven elég ennek a játéknak. Elindítottam még a Halo Infinite-et. Full HD felbontás maximális beállításokon, 120-130 FPS-t kapunk, néha 140-re is felmegy. Egy first person shooternél nagyon jó ez, főleg, hogy ez egy kompetitív multiplayer játék, annyi, hogy a processzorunkat már itt egész jól kihasználja, egy ilyen 70-80%-ra is felmegy néha, de ezzel nincs probléma, még mindig nincs 100%-ra kihajtva, és ez inkább ennek a magas FPS számnak köszönhető. Ha mondjuk bekapcsolunk egy vészinket, lelokkoljuk 60 FPS-re, akkor nem lesz ilyen problémánk. A hőfokok rendben vannak, RAM-ból olyan sokat nem kér, VRAM-ból se. Ez a játék korrekt módon játszható, és nem mellesleg nagyon jól fest. Végezetül megnéztem a Red Dead Redemption 2-t. A legdurvább quality beállításokat nyomtam be, és Full HD felbontáson indítottam, így kapunk egy ilyen 70-80 FPS-t folyamatosan, a RAM-unk még bőven elég, a processzorunk félig van csak kihasználva, nem vészes, a videokártyánk maximálisan pörög. 67 foknál meg is áll, és a memóriából se kér sokat, 4,6 GB-ot fogyaszt a maximális 8-ból. Mint a többi játéknál, ez a konfig ezt is teljesen jól kihajtja, nem lehet sehogy sem megfogni ezt a konfigot. Túl jó ezekhez a játékokhoz, legalábbis Full HD felbontáson. Ez az egész konfig kiválóan futtat minden játékot. Nem melegszik, nem hangos, csak végzi a dolgát, ami az, hogy maximális beállításokon 60 FPS mellett fusson minden. Itt szerintem már rákapcsolhatjuk a 4K felbontást is, akkor kapunk egy olyan 40-45 FPS szerintem majdnem minden játéknál. Úgyhogy ez egy 4K konfignak is egész korrekt. A proci vígan kihajtja ezt a videókártyát, ami nem a legújabb és nem a legerősebb, de még mindig egy nagyon erős videókártya. És a 16 GB RAM-unk is elég volt végig. A hőfokokkal semmilyen probléma nem volt, 60-65 fokon állt minden nagyjából, egyszer ment azt hiszem a videókártya 70 fokra, de hát ez egy teljesen korrekt eredmény ilyen teljesítménynél. Ha tetszett ez a videó és látnál még hasonlót, akkor nyom egy lájkot. A komment szekcióban nyugodtan hagyd a calling szócskát, hogy tudjam, idáig velem tartottál. A következőben találkozunk, addig is. Sziasztok! You took it all and took it for granted. If you're still falling out of love.